Sebestyén Gergernyi többek között darált húst vásárolt Sertésztombból az egyik bonyhádi húsboltban. Csilisbabot készít majd belőle, azt mondja, tapasztalja az árak változását. Én szerintem magasak az árak, igen. 1105. Káslán Zoltán csirkefarhátat és csirkeszárnyat vett. Neki sem tetszik az árak emelkedése. Emiatt kevesebb hús fogyaszt majd a család, mint jelenleg. Nem örülök neki. Az üzletben 1 kg csirke mellért 1490 forintot kérnek el, 1 kg lapocka 1490 forintba, 1 kg karaj 1790 forintba kerül. Mintegy 100 forinttal emelték meg a húsok kilogrammonkénti árát. Kevesebb a vevő, és meg kevesebbet vásárolnak. Vagy másfajta húst vásárolnak? Nem. Ha? Olcsóbbat próbálják. Például ma is akcióztuk a sertéslábat, az ha elfogyott, az hamarabb. Az egyik tollai üzletben 1 kg sertéslapocka 1100 forintba, 1 kg csont nélküli sertéskaraj pedig 1350 forintba kerül. Szilágyi Péter az üzlet tulajdonosa azt mondja, ő is kénytelen volt emelni az árakon, mert drágában tudja beszerezni a húst a vágóhidakról. Igyekszik azért akciókkal becsalogatni a vevőket. Én 3 hete emeltem, tehát én 100 forintot emeltem egyszerre, mert nekem 50-50. Én egyszerre 100-at, mert akkor is azt mondom, még szerintem jó áron vagyok. Szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a takarmány alapanyagok ára megugrott az utóbbi hónapokban. A drágulás akár 15-20%-kal is emelheti a hús, a tej, a tojás termelési önköltségét. Somosi Szabolcs bátaszéki sertéstenyésztő is visszaigazolta ezt. Ő azt mondta, az állattenyésztők költségei jelentősen megnőttek az elmúlt időszakban. Most per pillanat úgy néz ki, hogy az állattenyésztőknél pattog a labda az áremelkedés miatt, de ez messze nem így van. Sajnálatos módon az állattenyésztésnek a költségei, amelyek az önköltséget meghatározzák, jelentős mértékben megnőttek már 2020 nyarától számítva. Gyakorlatilag az állattenyésztésben a takarmányozásnak a költsége az önköltségnek körülbelül 65-70%-át adja. Az elmúlt évben, miután az agráriumnak az egyensúlya jelentősen megbomlott, értem ez alatt azt, hogy a szántóföldi növénytermesztés és az állattenyésztésnek a régebben meglévő egyensúlya megbomlott, és a szántóföldi növénytermesztés művelői, tulajdonosai inkább az ipari célú növénytermesztésben lettek érdekeltek, ezáltal a takarmányozási célú takarmány alapanyagoknak a termesztési területe lecsökkent, ezáltal az áruk nyilván feljebb ment, de ez nem csak ettől a folyamattól következett be, hanem világpiaci tendenciák is ebbe az irányba sodródtak. Említhetem az import fehérje hordozókat, melyeket ugye zömében a brazil-argentin dél-amerikai relációból szerez be szerintem Európában nagyjából minden állattenyésztő. Ezeknek az ára pár évvel ezelőtti 100 ezer forint per tonnás nagyságrendhez képest 180 ezer forint per tonnás nagyságrendig szaladt el, de említhetem ugyanígy a sima takarmány kukoricát, takarmány buzát, melyek az évekkel ezelőtti 40-45 ezer forint per tonnás árhoz képest 60-65, sőt akár 70 ezer forintos tonnánk érinti árig is emelkedtek az elmúlt időszakban. Ez az önköltség növekedés, ez jelenleg, megmondom őszintén, az értékesítési árban egyáltalán nem érezhető. Tehát én úgy gondolom, hogy az állattenyésztők jelenleg ráfizetéssel állítják elő a portékájukat. Nálunk az értékesítési végtermék, tehát a kimenő végtermék az az élő sertés. Tehát mi az élő sertésnek az értékesített kilogramjának az önköltségét és az értékesítési árát tudjuk összehasonlítani. Ez jelenleg nincsen egyensúlyban. Magyarán az önköltségünk az minimum annyi, mint az értékesítés, de inkább magasabb számot eredményez. Ez több összetevő, ahogy említettem, 65-70% ugye a takarmányköltség, és a másik nagyon jelentős tétel, ami a szántóföldi növénytermesztésnél nem jelenik meg ilyen hangsúllyal, az pedig a munkabér költsége. Az előrejelzés szerint a legnagyobb mértékben a csirkehús ára nőhet. Akár 2000 forintot is elkérhetnek majd 1 kg húsért.